Shut up and sit down. Bemutatnánk magunkat. Azért én kezdem, mert az rövidebb lesz. Ugyanis én Pilátus vagyok a Krédóban. Velem csak annyi történt, hogy körülbelül 10 éve írtam egy-két cikket a szientológiáról. Én Bonyai Péter vagyok. 1995 és 2005 között voltam tagja az egyháznak. Az egyházban tapasztalt dolgokról 2007-ben elkezdtem egy blogot vezetni. Az a cím, hogy szientológiáról objektíven és szubjektíven, illetve írtam is egy könyvet, szientológus voltam címmel. A terjeszkedés, ami mondjuk Magyarországon ugye a 90-es évektől kezdődött el, és akkor robbant, az pedig nekem legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy megállt, annak ellenére, hogy persze a hivatalos számokat nem tőlük fogunk megtudni, és amúgy is nagyon, nagyon nehéz abba belelátni, hogy globálisan vagy az országban hányan lehetnek még aktívak. Igazából én úgy látom, hogy nem most annyira létszámban van a probléma, hanem a fanatizmussal. Tehát hiába vannak kevesen, az a kevés ember nagyon aktív, és gyakorlatilag éjjel-nappal ezen dolgozik, hogy ez az egyház működjön, és rengeteg pénz és befolyása legyen. Akkor is, hogyha a legamatőrebb módszerekkel állnak neki, akkor is valamiféle eredményt el fognak érni. És mennyire tehető most körülbelül a létszámuk, amit ilyen aktív szientológusnak tekinthető Magyarországon? Hát aki olyan nagyon aktív és így tényleg keményen dolgozik ezen az ügyen, az olyan 500 ezer fő körül. 500 és 1000 között. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez nem egy ilyen egy egyháznak indult, hogy valakinek van egy látomása, vagy valamiféle szent motiváció vezéli, ő egyszerűen meg akart gazdagodni, és amikor ez az egész beindult, akkor úgy látta jónak, hogyha ezt az egész egy vallási köntösbe bújtatja. De mondjuk az elhangzik a filmben, hogy ennek ellenére nem jött el az a pont, ahol ő lelépett volna a pénzzel. Sőt, Miszkevicsről is azt mondja valamelyikük, hogy ők igazán hisznek ebben. Erre annyit tudok mondani, tehát hogy Hubbard élete elég nagy mértékben arról szólt. Azt próbálta megtalálni, hogy mik azok a dolgok, amikkel manipulálni lehet az embereket. Mi az a gomba, amit ha ő megnyom, akkor X módon fog reagálni az az alany, akit megcéloz. Tehát ő egy képzett hipnotizőr is volt. Mitől lenne ez veszélyesebb, mint bármilyen vallási fanatizmus? Nehéz megfogni ezt. Tehát hogyan? Nyilván ez egy államnak nem dolga az, vagyis hogy mondjam, nem tud az ellen mit tenni, hogyha mondjuk valakit megtévesztenek, és emiatt mondjuk kisiklik az élete, és gyakorlatilag vagy elbukik 10 évet az életéből, vagy csődbe megy. Tehát, hogy mondjam, a saját hülyeségétől nehéz megvédeni az embereket. Ez igaz. De én pont ezért csinálom. Tehát, érted? Tehát nem azért, mert ne lenne más dolog, vagy érdemesebb ügy, amiért lehetne harcolni, hanem ez egy olyan ügy, amit kevesen tudnak igazából sokat tenni. Ezt nehéz megfogni, vagy talán még bűncselekménynek nevezni is nehéz. De tény, hogy kárt okoz. Tehát ez a bajom vele, érted? Tehát, hogy értem, hogy igazából ez mert ha ez egy vallás lenne, ugye? Tehát ha ez egy vallás lenne, ami tényleg egy spirituális cél felé viszi az embereket. Nem. Na, tehát ugye, ők egy személyiségfejlesztési módszert árulnak, és ezt azért teszik vallásként, hogy mentesüljenek tehát az ezzel járó felelősségek és adófizetési kötelezettségek alól. Tehát nem arról van szó, hogy ők el akarják vezetni az embereket a nirvánába, hanem olcsón akarnak sok pénzt keresni. Ez a probléma, az alapvető motiváció.